A mai videóban azt fogjuk megnézni, hogy melyek a prediabetes korai jelei, amikor még esélyesen vissza tudjuk fordítani a folyamatokat. Szeretettel köszöntök mindenkit! Az inzulinrezisztenciából lesz a prediabetesből pedig a diabetes, azaz a cukorbetegség. Az egész egy fokozatos folyamat, ami 10-20-30 év alatt megy végbe az ember szervezetében, ha csak nem változtat a táplálkozásán és az életmódján. Minél több van jelen a felsoroltakból, annál előre haladottabb ez az állapot. Az első jele a prediabetesnek a bőr megkeményedése és megvastagodása a kéz és lábujjakon. A második a bőr barnás elváltozása a nyaknál hátul és a hónajnál, a tapintása ilyenkor bársonyos jellegű. A viszkető száraz kiütések a bőrön szintén jelzik a problémát. Mindhárom bőrelváltozás elsősorban a romló vérkeringés miatt jelentkezik, a sok cukor károsítja az ereket, ugye, amikor állandóan magas a cukorszintünk, egy idő után olyan, mintha sav marná folyamatosan belülről az érfalat. A negyedik gyakori előjel a kelések és a ciszták megjelenése előfordulása. Ide tartozik a PCOS, a policisztás petefészek szindróma is. Mindegyik oka a magas androgén hormon szint a hölgyek szervezetében, ami az a túl sok inzulin, tehát a túl sok cukor jelenléte vezet. A lábszáron, illetve a lábfejen megjelenő vöröses, barnás, kiütésszerű apró pontok szintén jelzik az inzulin rezisztenciát. Ezt későbbi fázisban diabéteses dermopátiának nevezik. Ennek oka, hogy a magas cukorszinttől egy idő után már az egész végtagban romlik a vérkeringés, így nem jut már elegendő tápanyag a végekre, a lábakhoz. A gyakori éjszakai vécére járás szintén jelzi a problémát, ahová a cukor megy, oda a víznek is mennie kell. A homályos látást gyakran a szemlencség duzzadása okozza. Ugye cukorbetegeknél igen gyakori a lábak duzzadása, nem csak a lábak duzzadhatnak meg, de a szemgolyók is, ami homályos látást okoz. A hasi zsír biztos jele az inzulinrezisztenciának és ezáltal a prediabetes előtti állapotnak. Ha egyenesen állsz, lehajtod a fejedet és nem látod a lábfejedet, biztos, hogy van valamennyi inzulinrezisztenciád. Minél nagyobb a felület, amit látsz a hasadból, és minél kevesebbet látsz a lábfejekből, annál közelebb vagy a prediabeteshez. A kilencedik jele a korai prediabetesnek a gyakori nasizások. Nem bírod ki egyik étkezéstől a másikig, anélkül, hogy ne ennél valamit. Ugye a 10 órai és az uzsonna is ide tartozik. Ha nem megy kényelmesen a 16-18 óra bőjt, ez is jelzi a problémát. Az ember 16-18 órán át elfogyasztott étel nélkül, teljesen kényelmesen, jó erőben, stresszmentesen, kiegyensúlyozott állapotban meg kellene tudjon lenni. A tizedik korai jele a prediabetesnek a fáradtságérzet étkezések után. Ugye azért teszünk, hogy energiánk legyen, nem pedig azért, hogy elfáradjunk és alvásra kényszerüljünk. Azért jelentkezik fáradtság étkezések után, mert a jelenlévő inzulinrezisztencia miatt a sejtek nem jutnak elegendő táplálékhoz, mivel ellenállnak az inzulinnak, így az inzulin nem tudja bejuttatni az energiát és egyes mikrotápanyagokat a sejtekbe. Tehát éheznek a sejtek, és ezt fáradtság formájában tapasztaljuk meg. Az agyi köd és a memóriaromlás, a gyakori feledékenység azt jelzik, hogy a neuronok, az idegsejtek is éheznek, hozzájuk sem jut el a táplálék. Tipikus agyi ködös jelenségek a lassúvá váló gondolkodás, vagy amikor pár percig nem tudunk fókuszálni és szavakba önteni a gondolatainkat, vagy nem emlékszünk vissza se régebbi, se éppen nemrég történt eseményekre. És végül a 12. a gyakori bizsergés érzet a láb és a kézujjaknál, ami azért van, mert a cukor károsítja a végeknél lévő idegeket, ebből lesz később a neuropátia. Köszönöm, hogy végignézted a videót, segíthetsz másoknak azzal, ha kedveled és megosztod ezt a videót közösségi oldalakon, e-mailben. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.